Már tudsz nagyjából egyenesen repülni? Hát fú, jó, hát ez, az egyszerű. Ha, tehát most egy normális kontrollerrel az, az egyszerű, szerintem. Hát csak nekem nincs. De majd holnap. Majd holnap. Jaj, úristen, gyerekek, nem vagyunk normálisak. Ennyi streamelni? Hát ez hogy lehet? Jaj, volt csatornán megint minden hozzászólás arról fogsz mondani, hogy tudsz ennyit játszani? Hogyan bazd meg? Hát ez az. Én se tudom. Jobbnál jobb játékok. Ilyen egyszerű amúgy a válasz. Ah, jó, ez a Flight Simulator, ez. Isten ajándéka. Nagyon jó. Kettő millióra visszamentél, Gergő? Azt akarod mondani? Kettő kör alatt visszamentél? Aha, szép. Szép. Fú, ezek a srácok itt a végén azért... Folynak a számok. Nekem jó minden, Kalmi. Tök jó. Hát lehetne kicsit több FPS-en mondjuk, nyilvánvalóan. Természetes módon. Ja, igen, igen, Gergő, igen. Az AI autók a földön, a levegőbe mentek, amikor bekapcsoltad a DLS-t. Aha, igen, Ibin. Az. Player. Csináltál egy most egy olyan bulit? Milyen bulit? Házi bulit? Bankot raboltál? Mi történt? Se töltött a föld. De jó ég. Kalmi, te jó videókártyát vettél? Hát mit vettél te, apám? Telefonfülkét. You seem comfortable out there. I'm sure you will get your PPL in no time. Egyelőre elég bagos nálad. Csomószor loading screenen befagy tréningek között. Aj. Istenem. Szomorú. Szomorú egy az There's ilyen. A laptop in the office that shows all the certification information you'll need for your PPL exam. Take a look. Igen. Here you can see all the different certifications. Igen. És akkor jöhet a vizsga szerintem. Tehát az összes órát azt végigvettük. Tehát van 5000 kreditünk, 2000 kredit kell a vizsgához. Hát menjen. És ugye krediteket kell majd gyűjtenünk ahhoz, hogy minél komolyabb vizsgánk legyen. Jézusom. Most itt valami lesz. Ó, bazd. Aha, amúgy igen. Tehát felszállunk. Uramatyám. Felhők legyenek-e? Mi jó, hogy... Ma gyerünk! Hú, ez jó! Utasokat kell vinni a vizsgabizottságot? Jézusom, fölmertek ülni mellém?
De tuti van valami profi is itt mellettem. Az igen, Gadam. Ez komoly. Szia, Pisti. Mire lesznek jók ezek a vizsgák? Hogy minél brutálisabb munkákat végezhessünk. Arra? Bizony. Hát ugye csúcs az utasszállító, azt hiszem. Hát van többféle csúcs. Több, de négy irányba lehet menni, vagy? De legalább négy. Szóval van lehetőség bőven. Na! Elejétől a végig mindent nekünk kell megcsinálni? Oké. Okay. It's time. Your first ever check ride. Start by removing the covers and shocks, then join me inside. Van egy pár repülőgép itt, nézd oda. Aha. Gyerekek. Én nem mondó vagyok, hogy akkor ássunk munkához. Hoppá, hoppá, hoppá. Azt is ellenőrizni kell. Mindet szépen ellenőrzünk. Lesz-e olyan egyáltalán valaha, hogy valamivel probléma lesz? Ez rohadt király lenne, szerintem. Hogy jelenteni kell, hogy hello, hello, hello. Hát, hogyan van ez? Igen. Szépen ellenőrizzük. Nem hagyunk ki semmit, hát ha ez is plusz pontot ér. És megmozgatjuk picikét. Hibátlan. Nagyon jó. Itt hagytunk még ki, gyerekek. Éket kivettük a kerék alól. Nagyon jó. Olajszintet ellenőrizzük természetesen és szigorúan. Hibátlan az olaj minősége, meg az olajszint, leginkább itt az olajszint. Van mérve, nem a minőség, mert a minőséget honnan a büdös francba tudnánk, ugyebár? Sehonnan, pontosan. Így van. Azt mondja, hogy akkor itt is megnézzük a lapátokat. Nagyon jó. Remélem, erre kapunk plusz pontot. És akkor most várja, most hol vagyunk? Ez Manila lehet, szerintetek? Bazeg, ez egy éles reptér, ez tuti Manila. Hú, ez tuti, hogy az. Mi más lenne? Hopp, várjál, várjál, várjál. Egy-két dolog kimaradt. Mi a franc? Ez itt a pont, utas, vagy... Nem? Ah, nézd oda. Ez itt a... A csomagtér, csomagtér. De most én ezt hogy nézem meg? Mindegy, ékeket kivesszük. Balaszilnyílás. Azaz. A balaszilnyílás. Hát akkor ez vissza. Vagy nem tudom, hogy itt mi a francot kell csinálni. Na jó, mindegy, oké. Oké. Mehetünk akkor szerintem. Hú. Most mi a gyász kell csinálni? Hogyan indítom be a járművet? Várjál csak. Azek, hogy indítom be? Melyik gombbal? Ki van itt mellettem? Ajaj, ő a vizsga biztos? Ajajajajajaj, hogyan indítom be? Várjál csak, azt mondja, hogy... Ctrl E, na de jó, de Ctrl R-en. Nyomjak egy Ctrl E-t. Mi a Ctrl E? Kattint csak a kormány közepére. Igen, szigorú fazonnak tűnik. RB plusz le. De az nem jó, a complete startup process, vagy hát az menjünk rá. Csak egyből indulunk.
Jó, igazatok van, oké. Legyen így. Én manuálisan akartam mindent itt bekalibrálni, de... Mit flancolok hát? Na és ott van a... Ott van a... Request taxi clearance. Sangley Ground Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 ready to taxi. Megkaptuk a departure. A kivonulási engedélyt, vagy ez ilyenkor minek lehet hívni? Romeo Papa. Charlie 2896 taxi 2 and hold short of runway 25 via taxiway Delta Delta 5. Contact tower on 126.2 when ready. 25-ös runway. Acknowledge. Taxi 2 and hold short runway 25 using taxiway Delta Delta 5 Cessna 896. Nyugi. Úristen, esküszöm, izgulok. Bazzak, lementem a fűre. A gyász ez. Hát úgy megindult ez a szarkupac, hogy ez őrület. Nem lehet restartolni? Na ne szórakozzál! Ezt nem csináljuk meg még egyszer. Bocsánat, muszáj restartolni. Hát valahogy itt padlógázon volt ez a hülye. Skip to taxi. Persze, skip to taxi. Azt kell. Your goal is to complete a left-hand traffic pattern, respecting the flight path and all required speeds. Most lesz a jó. Rely on what you have learned in your trainings, most lesz a jó. And you'll be fine. Now, show me the best traffic pattern that you've got. Sangley Ground, Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 request taxi for takeoff east departure. System test. Okay. Minus 2000, ja. Acknowledge. Taxiing hold short runway 25 using taxiway Delta Delta 5 Cessna 896. Áll a monitor, miért nincsen bekapcsolva? Esküszöm, rohadtul idegesít. Kicsit mintha félne mellettem. Hullos ápadt. Féket nyomogassam? Ja, igazad van amúgy. Totál igazad van. Az a tévé. Az a tévé. Hát persze, jogos. Kamerát melyik gombban váltok? Csak hogy ilyenkor kicsit megnézzük magunkat kívülről, de... nagyon megyünk te, de nem túl gyors ez. Hányas gázon vagyunk? 30. Hát szerintem ez rohadt sok. Bal közép. Nem merem megnyomni. Középső gomb. Hát az nem. Ja, az volt a jó, amit Gadam mondott. Oké, de belső nézet kell, nyugi, az az jó. Az a meta. Adjunk még egy kis gázt. A vizsga biztos, hogy telerakhatjuk itt a gatyáját. Ja, a space itt is megemeli a... Nem, az a fék. Az a fék. Csóri mindjárt majdnem belevert a fejét a műszerfalba, olyat fékeztünk. Valamelyikkel amúgy lehetett állítani a ülést magasabbra, mert kicsit amúgy én is azt hiszem, hogy így... Nézek így följebb, de nem tudok.
kérünk egy felszállási engedélyt. Sangley Tower Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 at runway 25 ready for departure, east departure. Erre kell felszállni. Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 QNH 101 trees departure approved. Cleared for takeoff runway 25. Az micsoda? Acknowledge. Tudomásul vettük. Clear for takeoff runway 25 Cessna 896. Gyerünk. Padlógáz. Gyerünk, bassz meg, nyomod. Azt a büdös kurva életbe. Sangley Tower Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 continue for east departure. Don't sink. Ez a látvány, ez nekem mesébe illő. Kurva anyját, nem bírok ilyen finoman fordulni, hát ne sajnálom. Kicsit adtunk gázt. De mi az, hogy climb to 310 méter? Hova mi? Hát ott vagyok, hiszen nem. Miért nem lenne úgy hosszú levente? Fogynék vagy 5 kilót. A bala mellett a nőn van egy tverny, ha jól láttam. A paravan ugrik egyből. Oké. Okay. Tehát 1017 a lába. Aha, ja, kösz vazor. Köszi. Úgy, persze. Köszi szépen, jó, hogy a támogatást. Sangley Tower Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 1000 feet to land. Cessna Romeo Papa. Charlie 2896 Sangley Tower. QNH 1013, make left base runway 25.
Enter left base runway 25 Cessna 896. Cessna 896 Wincom, cleared to land runway 25. Cleared to land runway 25 Cessna 896. Cessna 896, turn next taxiway. Gyerekek, én mondtam, hogy ős tehetség vagyok, bakker. Ti röhögtetek, nem én. Én szóltam előre. Hű, akármennyire próbálkozom, nem tudok hibázni. Még mindig. Gyerekek, ez van. És hazudjak inkább. Cessna 896 exit runway when able. Cessna 896 contact ground on 126.2. Going to 126.2 Cessna 896. Hihetetlen. La? Mi van, bagya? Lefagyott. Charlie 2896 taxi to parking. Ugyanez billentyűzettel. Aha. Köszi. Cessna Romeo Papa, Charlie 2896 taxi to General Aviation Parking using taxiway Delta 3 Delta. Mi van? Most mi a tökében ez a piroska itt? Most ez mi volt? Mi a franc volt ez a piroskázás itt nekem? Most ezt valaki átlátja? A bitron, hiszen azt csináltam, amit kellett, vagy későn kértem az infót, de hát nem is lehetett hamarabb kérni, vagy lassan kértem, sokat gondolkodtam? Hát ezt most nem értem. De mindjárt főidegesítenek, az fölmegyek mindjárt megint, főszállok innen. Balszba. Anyátok kétszer át, idegesítsétek itt. Repülővel vagyok, bakker. Elkap a hív, aztán kamikázitok egyet itt. Ez egy hibátlan ugrás volt, vagy repülés. Elindultam, mielőtt megkaptam az engedélyt. Mi? Bobolj! Jézusom, le már! Vakon vagy Benson? De nem baj. Mondd csak a magadét nyugodtan. Komolyan hamarabb elindultam. Basszus. Ezt sajnálom. Ez az. Gyerekek. Congratulations. You're on your way to become one hell of a pilot. Asta! Mit kaptunk, gyerekek? A. Hibátlan lett. Plane handling. Hát jó vagyok. Azért néha volt, hogy így mellé... Jaj, kicsit voltak így agresszívabb megmozdulások. Ez egyértelmű, igen. De amúgy megvan, leraktuk a vizsgát. Kész. Van jogosítványunk. Úgyhogy innentől kezdve vezethetünk ilyen kamikáze gépeket. Úgyhogy ez nagyon nagy előrelépés.
Jaj, a micsoda, tehát egyelőre csak ilyen jó körülmények között vezethetünk repülőket. Na, menj már! Ezeket a járműveket oldottuk fel. Aha. Pipistrel. Robin, az hol van? Congratulations on passing your PPL exam. Hopefully that's the first of many steps on your career path. Életbiztosítás van. Your PPL allows you to fly recreationally and begin to build up your flight hours. Igen, ide a vadászgépet azonnal. First flight missions are a great way to increase your experience. Okay, mehetünk, nyomhatjuk, hol van a küldetés? Let's go back to headquarters and review the specializations board to learn more. Na, specialization. As you can see, the career journey of a pilot can take many different paths. As I said earlier, your PPL is the first step, allowing you to fly recreationally and perform first flight missions, taking people on tours around the local area. Szépen végig kell menni a ranglétrán, ez tetszik nagyon. Ez fullos. As you build up your flight hours and earn more certifications, other specializations will become available. Take a look around, then when you're ready, head to the missions list to see what's available. És akkor itt írja alul, hogy melyik jármű kompatibilis ehhez a munkához. Igen, de hát ez már megvolt. De meg level 3-a szint kell. Flight Seek. Skydive. Cargo Transport. Aha, Balasil. Szia, Levi. Itt vannak a küldetések. Itt lehet, ezekkel lehet majd fejlődni. On this map you can see all the missions currently available to you. Jézusom. There's one mission currently available. Select it now. Egy küldetés elérhető csak. És akkor ez Manila, tehát Fülöp-szigeteken vagyunk még mindig. Ott. De jó. Mi? Ez az a küldetés, nem? Igen. Flying local resident next to Mandaluyong. Aha, vagy? Ez nem elérhető. Tehát akkor lényegében egy 45 perces utunk lesz. Nyomjuk. Gyerünk. Csak a Franco 45 percig vezetnem kell. Hamarod vagyunk szerintem. Pikpakot vagyunk. Csicsúgy. 45 perces az út, ez rendesen valós idő szerint lehetetlen. Komolyan. Az igen, első út. Oké. Kettő utast viszünk. Így lehet mozogni. Nem nézzük meg ezeket. Majd menet közben élvezkedünk a látványba. Kezdjük a munkát. Az egyik utas én vagyok? Hát nem hiszem. 36.300 XP-t kapunk ezért. Persze. Nagyon soknak tűnik. Hát azt levisszük, végigvittük a játékot, gyerekek. First flight. Hoppá, de milyen géppel? Most fogom kiválasztani, vagy? Ryanairhez már mehettek, hogy soha nem sikerül illetenni a gépet. Ez amúgy lehet, hogy a robotpilóta rakja le, nem? Franztúj, nem tudom, mi rakhatja le. Mi rakja le ott a gépeket? Mi van valós emberek? Jó, hát most ezeket én nem fogom itt leszedegetni, az biztos. Ez így jó, ahogy van. Na, hol a csodába vagyunk? Aha. Hát itt nincs senki. A reptér ezen részén legalábbis. Ja, menjünk, ezt most itt... Skip. Kész. Ezt átugorjuk. És jöjjön a repülőút.
Biztos valaki valami kuponon nyert jegyet erre az útra? Lehet. Az kipele kevesebb a pénz meg az XP? Nem á. Mindegy. Ez a kontrollerre nagyon szenvedés most nekem ez. Mert oda megyek valamihez és akkor így... Nem jó. Na. Van robotpilóta amúgy ezen a gépen? Nekem nagyon szenvedés lesz egyenesen menni. Sajnos nem tudok egyenesen menni. Ja. Most betölti az egész utat? Na, ez az. Ott vagyunk. Ők az utasok. Ott a nagypapó. Azok mi vagyunk. Kezicsókolom. Remélem mindenki nagyon jól érzi majd magát. Szép napunk van nagyon. Hey Captain, this is the moment we get to share our passion. Igen. Adj Isten, jó napot kívánok. Your guest today is Sigrun. One of her colleagues came with her. She's a good friend of the club team and living nearby, so it's a bit special to take her with you. If aha. Your passengers are ready, you valami are good protekciós köcsögöket viszünk. Okay. Captain, it's your show. Captain, mi vagyunk a kapitányok? Sanlay Ground, Cessna Romeo Papa. Charlie 6481 request taxi for east departure. Cessna Romeo Papa, Charlie 6481 taxi to and hold short of runway 25 using taxiway Delta Delta 5. Contact tower on 126.2 when ready. Taxiing hold short runway 25 using taxiway Delta Delta 5 Cessna 481. Jó van, dugulj el! Most koncentrálnom kell, baszki. A gyászért nem indul ez a kurva gép. Ja, megvan. Milyen fék? Gyerekek, ki van engedve a fék? Hát most engedtem ki. Ezek büdös banya, berúgtad a lábaddal a féket, mi? Mamlasz gyerek, ne kalimpáljál nekem itt. Kiváglak útközbe. Hol van a fék? Szerintem most kapcsoltam ki. Itt valami nem jó. Na nézd meg. Kormány alatt van a fék. Hol? Én nem látok ilyen gyerekek. Nem, már nem tudok elindulni, hát ott van, hogy kiengedem. Lök ki a banyát, hogy tolja meg egy kicsit. Valami nem jó, gyerekek. Van öltetetek? Vízszintesen van kioldva? Hát de akkor ki van az oldva? Vízszintesen van kioldva. De ilyet eddig soha nem kellett csinálni, tehát ez itt valami nem jó. Gyerekek. Parking brake off.
ki van kapcsolva. Hát ezt állítgatom. Amióta. Nézze, nem indul el. Ja, várjál, bassz meg, az ég meg benn maradt. Ne bassz. Nem. A kulvanya van hát. Hát nem indul el. Szerintem dobjunk egy restartot. Itt valami nagyon nem jó szerintem. Lehet, hogy túlsúlyosak vagyunk, igen. Megpróbáljuk akkor egyesével itt végig ellenőrizni a... Hát, nézzük meg. Csak így legalább több az XP. Jó. A gyerekek. Hátsó szárny. Ez is jó. Ezt is ellenőrizzük azért, ha már itt vagyunk, bár ez elvileg nem is annyira feladatunk. De azért nézzük csak meg. Na, itt van valami csomag? Semmi. Oké. Éket kivesszük szépen. Hát, ha így most jobbak leszünk. Egyes és engedjen fel szép lassan a kuplungot. Köszi a tippet. Úgy lesz. Köszönöm. Elvileg mindent mi is megcsináltunk. Minden pipa. A gyerekek, mehetünk. Beszállás. You can send the guests. Well noted. Na, jönnek az utasok. Ellenőriztük a masinát, leadtuk a jelentést, hogy jöhetnek az utasok. Utasok megjöttek. Hopp, most helyet cseréltek, aha. Oké. Na? Feláll a rendszer. Hey Captain, this is the moment we get to share our passion. Jó van ára, nekem nincsenek ilyenek. One of her colleagues came with her. Én nekem egyszerűsített volt van. Majd később buzíthatunk ezzel. Benne vagyok akár. Köszi amúgy. Captain, it's your show. Tehát én most azt szerint próbálok repülni, ahogy tanultam a vizsga előtt. Mindent úgy csinálok. Na mindjárt jön a rádióüzenet, és akkor utána megindulunk. Cessna Romeo Papa. Azaz. Charlie 6 board, ja, ez az egyszerűsített áron. And hold short of runway 25 via taxiway Delta Delta 5. Contact tower on 126.2 when ready. Ja, így van a aero. Igen. Acknowledge. Taxiing hold short runway 25 via taxiway Delta Delta 5 Cessna 41. Megint a vakadunk. I'm Sigrun. Valami van itt. Valami nem jó, gyerekek. It's so great hanging out with you today. Olyan, mint hogyha a fába akadnánk el. I mean flying. Jobb hátul a fa, igen. De onnan én hogyan jövök ki?
Én is arra gondoltam. Hogyan rakom rükkverzbe? Nincs itt rükkverz esetleg? Azt kéne a múcskacok, esküszöm. Ebbe segítsetek, légy szíves, hogy rakom rükkverzbe. Ha egyáltalán van olyan, persze. Bazeg! Bágos a küldetés, ez fix. Hát mindent úgy csinálunk, ahogy kell, szóval nem lehet ezt elhibázni. Hát itt biztos, hogy nem lesznek ezek. Nincsen hátra menet? Hát az nagyon gáz. Próbálok mozogni, fickándozni minden irányba, hát ha valahogy kiakadunk. Vagy várja, ott van a skip takeoff. Akkor skip, sajnos. És akkor ugyanígy már... Jaj, jó, hú, basszus, oké. Okay. Legalább van ilyen. Singlet Tower, Cessna, Romeo, Papa. Hát azért nekünk kéne felszállni. Hát most ez... Tudtam ezzel mit csinálni. Ezt így kell. Majd később is ugyanígy ezt fogom csinálni, és akkor meg jó lesz. Ebből biztos vagyok. Ja, így van, Bad. Igen. Clear for takeoff, runway 25 Cessna, 41. Mit mondod? A csaj szét mögöttem? Lekönyöklöm mindjárt itt a végén. Nézd oda. Padlógázzal megyünk végig, nem? Csak elég lesz az üzemanyag. Singlet Tower, Cessna, Romeo, Papa. Charlie 6481, continue for east departure. Arra fele kell majd mennünk, oké. Okay. Épp fokozatosan emelkedünk, oké. Okay. Csak bókolt nekem a néni? Azt mondta, hogy szép a bajszom. Nincs is bajszom. Boton, te miről beszélsz? Te hazudsz. Korai a kulvanyjába hát. Jaj, a kulva, 700-át, azt. I didn't expect it to be so overwhelming. Hello Manila, hello. Jaj. Hova lettem? 481 leaving my airspace frequency change approved. Change approved, okay, thank you. Good afternoon. Singlet Tower, Cessna, Romeo, Papa. Charlie 6481 frequency change. Are we going down? Aviator performance, lepofázzá. Ne baszd már meg, hát öcsém. Nem bepofázott. Laps down. Mi van? Túl gyorsan mentünk? Ezek szerint, vagy mi van? Mark was right. I don't feel afraid or dizzy.
Köszönöm szépen, Kiba, támogatásod. Szokásos időnkénti donét, amikor megtalálok Twitch-en. Jézus, már nem erre megy ez a kurva gép? Örülök, hogy itt vagy. Meg is lepődtem a nevem. Gyerekek, olyan rászkodások vannak, megőrülök. Most mik voltak itt az előbb, ez nem is értem. Végszárgyat helyezem 0 fokra? Hogy a gyászba? De valami nem jó. Olyan össze-vissza megy a jármű, hogy ez hihetetlen egyszerűen. Overflying the airport without an announcement. Mi van? Gyerekek, itt valami nem oké. Not scared? I'm too excited to be scared. Nem én rángatom így a gépet. Most ezt a flapsot én hol állítom? Az miért vagy, hogy annyi van? Ez nem szólt arról, hogy ezt állítsam át. Átrepültem egy reptér felett rádió nélkül. Hát bazd! Hát ez... Ez tiszta hülye. Valahol láttam ezt pedig. Csak már nem tudom, hogy hol. Közben. Jajajajajajaj, itt elmentünk. Jajajaj! Ajajajajajaj! De részegek vagyunk. So how's your flight going, Sigrun? Enjoying the view. Enjoy, pass. Our pilot is treating us right. This is an amazing experience. Amazing experience. Az igen. Ezek is szeretnek beszélésen élni. Fú, öcsém. Lehet, hogy szél van. És ezt hol tudom megnézni? Rángatozik a gép, mint a... vaka poharat. Hülye flaps. Ez lett a gond. Ha valami biztos gond van. Hát nekem soha nem kellett ilyet állítanom, szóval nem hiszem, hogy ez lett a gond. Meglepődnék. A jobb kormány alatt van balra kicsit? Az a fehér nyelv alakú? De úgy látod, hogy fel van húzza most? Nagyon jó. Mindjárt ránézek, csak próbálom egyenesbe tenni. Tehát hullva nagy légörvények vannak, gyerekek. Fel van húzva. Flaps lever. 33%. Az jó, nem? Na, biztos jó. Adjunk neki gázt. Hadd menjen. Look, it's the spot we used for team building last year. Do you remember? Nullá jobb lesz. Good old times. Oké. Vissza kell venni a sebességből. De ez a flapszedom, hogy ez mit tudom, gyerekek? Ezt valaki elmagyarázza nekem, hogy megértsem, hogy ennek mi a működése? Mert a leszállásnál kell használni, azt tudom. Valami fékszárny, vagy valami ilyen... Fékszárny. Felszállás nem ér kell. Bazzek, mi ez a széllökés? De esküszöm, nem én rángatom. A való életben is ilyen lehet egy ilyen Cessnával utazni? Hogy a lényegében alacsony sebesség és képes vagyok levegőben maradni. Aha. Everything down below looks so. Légáramló rontólapok. Bassz meg. Most merre? What's with the turbulence?
Should I be worried? Szerintem rohadt lassan megyünk. Lapszot nem kéne? Most állítottam rajta. Lapszon. Ennyit. Visszaraktuk 33%-ra. Kört kell tennünk a város fölött. Hát ez marha jó. Városnézésen vagyunk, gyerekek. Everything is in such sharp focus from up here. Hát tényleg menő. Bámészkodjatok csak, parasztok, bámészkodjatok csak. Szép, szép, szép város. Ez is. Éjszaka még szebb lenne. Elvileg én a flapszot, azt most, ja, így gyors gomba tudom állítani, most már rájöttem melyik a gyors gombállító. Bejelentjük a landolásunkat. Hát erre kíváncsi leszek, mennyi pontot fogunk kapni, mert nem vagyok elégedett. Ilyen össze-vissza dolgok vannak olykor. Ugye, hát most, hogyha azt nézzük, hogy kezdők vagyunk, akkor nem zuhantunk le. Nézzük a jó oldalát. Nem igaz? I have to remind myself to close my mouth. De az utasok élvezik, tehát nem szóltak eddig még. Nyomom a gáz, gyerekek, mi van? De megint, mi a franc ez? Hogy elrepülünk valami fölött, és akkor... Most itt mit kell nyomjak akkor? Hát fuck you! De most komolyan. Addig ne szálljak le, amíg nem fizet. Fix sebességnél a trimmelést kell megtanulni, és kb. Kormány nélkül lehet utazni stabilan. Trimmelés. Ajaj. Trimmelés. Így elérjük a kritikus sebességet. Vigyázni kell. És itt visszaveszünk. Kormánylapot kell trimmelni. Aha. Az azt jelenti, hogy utazás közben le kell vágni az utas haját. Jó, kösz. Fasza. Milyen légörvények vannak. Lassítani kéne, baszki. A lószert kell lassítani, basz. Hogy kell. Gondolom ezekbe a kapukba bele kell venni. Annál többet kapunk. Remélhetőleg. So the sky over our region is like your office captain. Would have loved this job. Ott van a leszállópálya.
Csodálatos helyen van. Ennél jobb repteret nem is választhattunk volna kezdésnek, komolyan. Tényleg szép fokozatosan lassítani kellene, mert közel vagyunk a csúcssebességhez. Aha, és már jön a ereszkedés. Már lehet, hogy egy kicsit visszaveszünk. Már tudunk bámészkodni kicsit talán, nem? Anyát. Mik ezek a fehér pöttyök ott lent? Az mi lehet? Jaj, közben hova megyünk, basszak? Can you smooth out the ride? Fogd be a szádat, versenyben, mert hátra nyúlok. Mert nehogy nekem most kezdjél lesiránkozni. Marha gyerek. Féklap megy. Énkor a féklapokat még jobban be kéne nyomni? Smooth, azt mondja, smooth. Kap egy smooth könyökös mindjárt. Abszolút bevertem. Nem jó ez így. Megint szittak érte. Nem kell flaps. Egy picike. Azt meg elrontottam, gyerekek. Nem volt jó. Back to the airport already, guys. So, Sigrun, you wanna fly again? Basszus. So állítgattam ezt a kurva fékszárnyat. Great time from start to finish. Thanks, Captain. Kezd állítgatni. Don't sink, 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 don't sink. Don't sink, 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 don't sink. Igen, hosszú a pálya, szóval lesz-e pontosan. Don't sink, 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 don't sink. Don't sink, don't sink, valaki don't sink, 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 don't sink. Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, don't sink. That was rough. Gyerekek, tudunk mi, ha akarunk. Tudunk mi. Úgy kell csinálni, ahogy tanultuk. Ilyen egyszerű. Sikeres. Butaság volt ez. Itt az előbb elrontottuk a leszállást. A fáját sokkal szebb lett volna, hogyha nem rontjuk el.
Ez az. Na. Hiába nyomom a gombot, öregem, nem történik semmi. Hát most ez mi? Hát de... Nincs itt valami olyan gomb, amivel esetleg ezt meg tudom csinálni? Enter? Hiába nyomom az Entert. Hát ez hihetetlen, ez is bugos. Ezt nem hiszem, hogy amúgy 45 perc lett volna, igen. Akkor skip. Tehát nincs jobb választás. És akkor szépen megjöttünk. Leállítjuk a gépet. És kedves utasaink, megjöttünk Manila híres repterére. Hát, kettő hiba volt. Saját hibánkon ki. Jézusom. Landing smoothness 20%. Azért, mert újra kellett kezdeni, tuti. Cí. Sightseeing quality. Hát igen, igen, igen. Voltak, ja igen, crash is volt. Overflying airport. Ezt nem is értem. Mi volt ott a gond? Ezt nem tudom, mit kell ott csinálni. Le kell jelenteni, hogy most ki kell kerülni reptereket, vagy mi? Honnan tudja, hol a reptér? De hát nekünk ugye egyenesen azon az úton kellett menni, ami ki volt jelölve, hát most... Erre nem lettünk megtanítva. Egyáltalán nem lettünk megtanítva. Na. Igen. Igen. És akkor most mi újság van? Level 3-a szint kell. Oda néz. Hú, mennyi... Azta! Mennyi irányba lehet menni? Öcsém. Heavy airliner rating. Ott lehet majd csak éjszaka menni. Aha. Jenny. Hol az utasszállító? Ezek lesznek akkor szerintem. Talán. Na mindegy. Küldetések kellenek nekünk most szerintem. Nézzük csak, milyen küldetés van. Van egyáltalán? Oh, hogy ne lenne nekünk, micsoda? Tele vagyunk küldetésekkel. Na honnan, hova? És ugye nyilván csak itt tudunk most utazgatni, Fülöp-szigeteken. Egyértelműen. Hát, figyelj. Menjünk egy kicsikét északabbra talán, nem? Vagy dél? Fülöp-szigetek? Na az, az ott meg is van. Cabra Island. Szigetről szigetre. Kis szigetről egy picikét nagyobb szigetre kellene átvinnünk egy néhány utast. Jól, Geri. Hát most délelőtt volt 5 restart, és akkor nagy nehezen eljutottunk odáig, hogy elkezdhettük már a vizsgát. De most az első küldetésen kétszer volt bug, amit nem tudtunk megoldani, úgyhogy kénytelen voltam átugrani néhány pontot. Mint például az imént a leszállást követő pillanatoknál volt. Neked most nem akar betölteni mission? Ja. Hát igen, van ilyen. Hát igen, ezt a távolságot át is úszom. Nézzünk valami hosszabbat. Szerintem nem lesz hosszabb. Mindenhol csak ilyen kis pöttönpanni van. 45 percnyi hosszabb nem hiszem, hogy lesz. Meg valami izgalmas terep kéne. Ez hány perces? Mit ír erre? 30 perc. Ez jó ez. Jó ez. Ez olyan kis, tudod? Csak az a baj, hogy annyira rutintalan vagyok, hogy nem tudunk bámészkodni közben. Ez itt a baj. Ilyen kis szaros géppel nem lehet azt csinálni, hogy na nézelődünk.
Ez egy kellemes távolság volt. Ja. Végül is igen. Ez is egy 45 perces. Jó legyen ez. Legyen egy ilyen küldetés. Szóval szép lesz. Szigetről szigetre. Jézus már, hogy is van ez? Ja, hogy... mi? Mi van? Tehát felszállunk, elmegyünk Cabrára. Ott lesz valami, ott teszünk egy kört, visszajövünk, és itt teszünk itt össze-vissza mindenféle kunkorokat a kulva anyjába, hát ilyen küldetés. Hát jó, csapassuk. Mi volt itt ez a sok felhő? Kisváros nézés lesz, igen. Lubang Fly Club. Bianca Bueno. Na gyere, büdös banya. Megröptett téged most Bala bácsi picikét. Hát eléggé, Máté. Igen, vannak problémák a betöltéseknél, igen. Ilyen kis büszkén állunk. Milyen kis büszkén állunk itt a masina előtt. Ezeket le kell venni nekünk. Amúgy lehet, hogy ezt billentyűzet egérrel kéne csinálni, nem? Az a sokkal gyorsabb lenne, talán. Ez hogy veszem le innen? Mit kellett itt nyomnom? Billentyűzetnél? E betű vagy? De ki se írja? Ez a rohadék. Ó, gyerekek. Gyönyörű. Szóval ez egy kacifántos út lesz. Haladjunk annyiban. De mi más lenne? Megtaláljuk a legjobbat mindig. Ilyen utakra van kitalálva ez a gép, igaz? Az üres. Miket kivettük? Csak szerintem ezt mozgatni kell, de nem ez az. Ezt kell mozgatni. Na még valami. Elvileg patika minden. Hopp, azt ott kihagytuk. Éreztem. Jó. Hőj, de ott van. Na. Repüljünk. Request. Igen, jöhetnek az utasok. Well noted. Kettő utas? Nem erről volt szó. Mi ez? Potya utas? Útközben kidobjuk. Hát szórakozzunk ilyenekkel. Mind a kettő hátraült. De nézzük csak. Pocsmiként fog kinézni itt a felszállás. Igen. Legalább jobbra is majd normálisabban látunk. Seatbelt fastened? Then you're all set. Okay. Engine started. Let's go. Okay, let's go. Anyukám. Romeo Papa, Lima Uniform Traffic Cessna Romeo Papa. Charlie 5907 is taxiing to runway 25.
Érdekes, itt egyből elindulunk. Érdekes, nem? Ugyanazt csináltam itt is, mint az előző küldetésnél. Hey there, my name's Melanie. I'm Mary's sister. Thanks for taking me up today. Aha, hurrá. Hurrá, kisanyám! De jó Isten, ez milyen rövid kifutópálya. Baszak, hát itt hol kell főszálljak? Romeo Papa, Lima Uniform Traffic Cessna, Romeo Papa. Ezt a kulva tabletet nem lehet bekapcsolni, hogy lássak is valamit. Jézusom! Merre? Jézusom, gyerekek, balra vagy jobbra? Jobbra? Gyerekek, hadd szóljon. Kicsit göröngyös. De jó érzés felszállni, úristen. Landing light turned off. Anyádnak a... Baszd meg, komoly? Landing light. De miért nekem kell ezeket fölkapcsolni, gyerekek? Hol van a landing light? Isten áldjon meg. Nekem tudja mi ez. Hol van landing light? Én mindent bekapcsolta. Kicsit magasra mentünk közben. Várjál, mindjárt kapcsolom. Don't sink. A gyász dumál ez. Don't sink. Ez hogy kapcsolom ki? Flaps az 0%-on, jobb alsó sarokba írja. Hogyha 0%-on van, akkor nincs bekapcsolva. Felszállásnál se volt. Most jók vagyunk, igaz? Minden villog. Villogunk, mint a szódás a lovát, igaz? Flying over our beloved region at sunset must be on top of the world. Definitely need to book that someday. Look at the town here. Beautiful. It's great seeing the world from this angle. Az biztos, anyukám. Egyszer csak fölmegy a levegőbe a repülő, hát nem igaz. Öcsike. Kicsit lassúzzunk itt nekik, hadd örüljenek. Már jók is vagyunk, amúgy. 1800-as fordulatszám elég is. Most vagy a vizsgánál? Jó, hát siba, Jani. Csináld úgy, ahogy én, és akkor meg lesz. Szívesen. Szép, finoman. Érzékenyek ezek az utasok nagyon. I
I didn't imagine such a view. You really got us up close and personal. It's like seeing this place for the first time. Eddig jó. Már nagyon finom lenni. Ahogy bepofázzanak itt nekem. A végén kidobom őket itt út közben. Még menet közben nem dumálnak ám be, csak utána, amikor már földön vagyunk, érted? Okosak. Hát itt túlságosan sokat nem lehet bámészkodni sajna. Mindegy, ott lent van valami, az kész. Érjük be ennyivel, kész, sok. Mi még egy kört kell tenni? Na ne szívas. Ennyi volt, oké. Traffic Cessna Romeo Papa. Charlie 5, 9073 miles northwest, 1,000 feet inbound to land runway 25. See ya, Gap. Servus. Aha! Így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod. Can't wait to show my photos with everyone at the club. És akkor most, várjál, most jönnek itt még a csavarok. Mi megyünk mindenfele. Elég fura az ég volt. De jó ég. Kicsit lassuljunk. Nem kell rohadni amúgy se. Aha. Back to reality, folks. Hey, did you enjoy it, Mary? Landing light turned off. Anyátok a... Great flight over my beloved. Ez hihetetlen, komolyan mondom. Let's do it again. Quite an experience. I recommend it. Landing line, de most már hiába is kapcsolom be. Ez szinte biztos. Adjunk neki egy kis kakaót, hadd menjen. Haladjunk is. Ezek a légörvények. Közben itt lent megy a farming szimulátor. Ha-haj, micsoda. Termőföldek. Mindenütt. Fülöp-szigeteken amúgy milyen körülmények vannak? Ez a korrupt ország vagy? Vagy mi ez? Jól élnek ott az emberek? Mit lehet róluk tudni? Valaki tud valamit egyáltalán? Valaki tudja, hogy hol van Fülöp-sziget? Kedvét előttünk eléggé barátságtalan időjárás lehet. De hát nyilván nem fog esni, mert... Vagy hát elvileg nem fog esni. Hát elvileg mi olyan küldetéseket még nem tudunk fölvenni. Az anyja 700-át neki te. Elég érdekes, elég komoly csavart kell eszközölnünk, ha minden igaz. Adarész. Csű. De vagányok vagyunk. Lassan mehetnek a fékszárnyak.
It's shaking. Mi van? Mi shaky? Hát öreg bazeg, hát a repülőn utazol. Kapunk egy légörvényt. Hát kapaszkodjál öregem, hát öregem nem vonattal mész. Ekkora mamlaszt. Shaky. Az milyen shaky lesz, mikor behúzok egyet neki. Na, akkor lesz igazán shaky, majd akkor megtudja. Jót megyünk. És akkor ott a leszállópálya, viszont ez egy olyan leszállópálya, gyerekek, hogy itt tényleg aztán óvatosan kell lenni. Rövid. Iszonyat rövid. Jól élnek, azért dolgoznak hazánkba? Komolyan. Éhbérért Magyarországon dolgoznak és még küldenek haza a családjuknak is, nem hordanak cipőt? Jézusom. De jó ég. Hát hova gyűjtünk? Bazza, jó, megtéptem a gépet most. Romeo Papa, Lima Uniform Traffic Cessna Romeo Papa. Charlie 5907 is on final runway 25 to land. Hát a sima. Tükör sima. Tükör sima. Stop and hold. Hova kell menni? Akkor meg kell forduljak majd itt a... Ha ilyenkor hogyan kell? Hát nem tudok megfordulni, cseszed. Hát hol forduljak meg? Akkor itt meg kéne forduljak, igaz? Aha. Ilyen van, ilyen reptér van, gyerekek. Hát ez mi szégyen? Azt a... Komolyan ilyen van a való életbe? Ez az lenyűgöző. Ez elég putris megoldás. Tehát nyilván ilyen helyen vagyunk. Máshova nem kellettünk. Szóval ez van. Szia, Bikrobi. Van ennél rosszabb is, ahol még aszfalt sincs? Jézusom. Nálam hasít, Mikrobi. Hát persze. Protekciós vagyok. Ja, oda kell menni. Hittem itt jobbra be kell fordulni, kicsit furcsa is lett volna. Mondjuk.
Ej, a kurva anyjába, meg kellett volna álljak. Szerintem meg kellett volna álljak, de ez... De borzasztó egy reptér, komolyan, nem bírok kiigazodni rajta. Oda kell. Ah, nem, jó, talán jó. Talán nem, mégsem rottottuk el. Okay. No easy to impress the locals, but I see they're smiling. That's cool. Hát well done. Izzasztó. Komoly. Na gyerekek. Megjöttünk. Újabb sikeres küldetés. És ez most hiba nélkül. Hát, hogy komolyabb hiba nélkül. Törés nem? Na, ez egy B értékelés, simán lesz. Pont meg lett a B. Jaj, de jó. Landing lights on night landing. Landing lights on night take off. Ezek voltak a legnagyobb hibák. Majd mi? A értékelés kaptunk. Szerintem erre azért úgy büszkék lehetünk. Hoppá, Jani, grat! Szép. Kicsit zsebben nyúlós ez ilyen, persze. Nekem is ám így ment. Ha. You've built up enough flight hours to be eligible to take your CPL. CPL? Parancsolsz? Tehát van valami lehetőség? Ismét? Commercial Pilot License. Aha. És akkor itt már azért úgy több minden lenne, több minden, tehát részletesebb küldetések lennének itt már, és 2500 kredit. És van 3000 kreditünk. Trim management. Aha. Egyre több mindent fogunk tudni. Júj, nagyon jó. Oké. Szerintem ebben most nem kezdünk bele, skacok. Inkább majd... holnap. Ja, meg várjál! Helikopterrel is tudunk már menni. De én amondó vagyok, hogy ne helikopter. Meg nincs is arra pénz, most nézem. 3500 kredit kell hozzá. Meg helikopter az most annyira nem vonz. Most ezt a Cessnát kellene minél jobban kimaxolni. Igaz? Multi-engine rating ott már. Aha, tehát ott már azért dupla motoros járművekkel is tudunk menni. Ja, és akkor mostantól tud jönni a pénz? Mostantól? Hát, hogyha ezt megcsináljuk, nem? Hogy már mostantól tud jönni? De hogyan? Mitől? Mi vannak itt olyan küldetések? Ki is írja, hogy mennyi pénzt ad? Egy-egy küldetés? Megnézzük szépen. CPL... Na, azért mondom, CPL után. Igen. Igen, tehát ez még semmi lényegében. Itt csak tapasztalati pontot lehet kukázni. És gondolom egyre messzebb tudunk majd menni, igaz? Ahogy fejlődünk. Hát nem biztos, hogy azért hosszú távon annyira izgalmas lesz ez a Fülöp-szigetek. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy miként változnak itt a erőviszonyok, hogy mennyire tudunk innen távozni. Egyébként vannak itt olyanok, hogy companies. Hát itt majd lehet, hogy tudunk valami különböző légitársasághoz csatlakozni. Az mondjuk baromian jó hangzik. Uh-huh. De hát nyomni kell a küldetéseket, és akkor jó lesz az. Igen, olyan küldetés is lesz majd, hogy hát nagyon sok küldetés van. Tűzoltástól elkezdve.
orvosi segélynyújtásig. Minden van. Ah, na ez, na hát igen, ez már egy nagyon komoly szint. Vannak az utasszállítók. 50-es szint kell hozzá. 50-es! Hát azt mikor érjük el? Sose. És ehhez meg 60 a szint kell. Cargo transport. 75-ös szint. Cargo transport super heavy. Hát vannak tartalmak, gyerekek. Ezeket nyomni kell aztán. Hát honnan indul be az élet? Rendesen ki kell járni a szamárlétrát. Rendesen. Hát figyelj, egy ilyen 45-ös szinten ott már azért VIP. Ott már nagyon komoly magángépeket vezetgethetünk. És akkor 50-es szint az, ami ahol egy 737-es el tudunk menni. Ja, itt már azért komolyabb masinák előfordulnak. Airbus A330. Hát ez is egy szép darab. Na de ez... repülő delfin. Egyébként, hogyha valaki a legbrutálisabb verziót vette meg a játékból, akkor ő megkapta az Antonovot, ami a világ legbrutálisabb gépe. Ami lényegében egy, ahol így, tehát ő így le tud térdepelni lényegében, és ki tudja nyitni az egész órát a francba, és be lehet rakni egy fél várost konkrétan. Ennek meg azt hiszem csak a teteje nyílik föl ennek a repülő delfinnek. Free flightot? Nem akarok én, Jani. Nem, valahogy úgy, az olyan, mintha így leszpoilerezném előre, hogy milyen egy... Jussunk el oda szép fokozatosan. Egy normális, egy komoly repülőig. Szép fokozatosan kijárjuk a szamárlétrát. Max annyit tudnánk tenni, hogy bemegyünk ide és megnézzük, hogy milyen repülők vannak. Esetleg. De várjál már, hát de most én repülőt akarok váltani. Aha. Airplane. Ajjaj, ezeket... Jézus már, töltsé már be, légy szíves. Kiírja, hogy rossz az internetem. Hogy valamilyen adatátvitel rossz. Nem is biztos, hogy az én internetem itt a rossz. Hát sőt, biztos, hogy nem. Gyakorlatban biztos, hogy nem. Igen. Hát az orosz-ukrán háborúnál fölrobbantották ezt az Antonovot. Igen, én is így tudom. Na! Helikopáterek. Csak kis türelemmel kell lenni ezek szerint. Na... Hol a francban vannak a normális utasszállító gépek? Mi a fene? Azokat föl kell oldani a karrier módba, vagy várja, itt vannak. Ott valahol láttam valami bazilány, itt van. 787-es, 747-es. Aha. Oké. Konfiguráljuk. Igen. Van egy-két repülőtárgy, tehát pallonozni is lehet. Bizony. És most meg nem fog betölteni.
Ejtőernyőzés van, csak nem nekünk. Mi csak szállítjuk az ejtőernyősöket majd. Na, betöltött. El se hiszem. És akkor hol van a gép? Itt van. Micsoda? 85.549 kilogramm üzemanyag. 171.000 kilogramm üzemanyagot lehet beletölteni amúgy meg. Félelmetes adatok. De valahogy nem lehet körbenézni ezt a gépet. Hogy mozognak a szárnyai? Geniális. Ezt én nem ismerem, Rhett. Bérelni kellett a járműket, meg szervizelni? Meg vásárolni a repülőgépeket? Jogosítványokat ugyancsak? Hát itt nem így működik. Itt a karriermódban úgy működik, hogy... hogy jogosítványokat kell megszerezni, gyűjtened kell a pénzt, és akkor egyre feljebb tudsz menni. Neofly. És ez előfizetős volt, ez az On Air. Rohadt jól hangzik. És ez mind multiplayer beret? Mondjuk. És akkor... ja, valami ilyesmi. Beépült az FS-be? Érzékelte, ha nem azzal a géppel nem onnan szálltál fel. Azt a... New Sky-ba játszol 202-n. Az ingyenes is lehet csatlakozni virtuális légitársaságokhoz. Menj már! Azt a... Áron, ez engem érdekel. És ott van valami ilyen frankok is hierarchia, hogy mit tudom én, te most oda csatlakozol, és akkor mik vannak? Tehát, hogy eleinte csak kis gépekkel mehetsz? Meg hogy megvan az, hogy honnan, hova kell menned, meg ilyenek? Ez rohadt túl jó. Zseniális. Ja, ez brutál király. Mindent pontoz a való élet szabályai szerint. Azta. De bármilyen járművel mehetsz, akkor gondolom. Vagy megvan adva, hogy melyik munkához milyen jármű? Biztos. Ha multizni akarsz, akkor IVAO. What sim? Hát ezeket nem vágom. Mert igazából, hogyha ilyet csinálunk, akkor inkább aztán multiba kéne. Hogyha ezt a karriert kivittük. Ott van egy vadászgép. Azt a... És azzal kell menni, ami a légitársaságnak van. Amihez csatlakozol? Az igen. És hogyha te mondjuk megunod azt a gépet, mindig ugyanazzal mész, mert hát csak megunod, akkor dobbantasz? Hát engem pont nem érdekel, Jani. Én jól érzem magam. Felülön aztán lehet, de 1%-on is az értékelés.
Lehet venni új gépeket? Meg ha összetöröd, akkor levonja az árát. És ez mind online? Baszd. Brutál jó. Hát ez kell. Egyértelmű. Hát nem? Hát ki az, aki nem jönne? Most őszintén. Felmenjünk valami légitársasághoz, aztán hadd szóljon. Bala R, vagy mi a francnak szokták mondani? Bala R, ennyi. Ezt meg nem tölti be sajnos. Pedig de megnézni. Bala Airlines, az is jó. Bala Airways, így van, szia rugó. Jó éjszakát, TMC. Na úgyhogy ez a multizás, ez... Balajet, így van. Vagy BJ, igen, igen. Az is nagyon jó. Erre biztos, hogy szerintem lennénk egy páran, igaz? Vagy most nem is az, hogy egyből mindjárt egy saját légitársaságot alapítani, mert ki tudja milyen... dolgokat kell hozzá teljesíteni. Ennek valahogy utána kellene néznem. Ez érdekel, pont nem is olyan régen beszélgettünk erről, hogy azért van róla, volt eddig erről sejtésem, hogy vannak hasonló dolgok, de hogy ez ennyire összetett, azt tudtam, hogy van RP mód, hogy van légirányító, és akkor irányítja a repülőket, hát szóval őrület, nagyon jó. És ilyen grafikával végre most már csak egy új gép kell, hogy 4K-ba tudjon fullon pörögni teljesen. Már most se rossz, nyilván, tehát ez is brutál jó. Nem is érzem azt, hogy hú, de kellene valami váltás. Ezt meg tudjuk még nézni vajon? Ez is egy szép masina. A töltsd már be! Csak könyörgöm, pecseljék már a játékot, bakker! Ez nagyon-nagyon kellene a játéknak, nagyon. 187 repülésed van, 9,88 század ponton vagy, és át fogják hozni a 2024-hez is. Nagyon helyes. És az mit jelent? Mennyiből 9,88? 5000-ből? Na jó, nem. 1000-ből? Na jó, nem. 10? Na jó, nem. 100? 100? Nem, na, nem tudom. 10-ből? De te hogy nyomod? Neked van valami joystickod is hozzá, meg különböző szerkezeteid áron. Tuti, 1000 milliárd százalék, igazam van? Hát te nagyon ott vagy, te profi vagy konkrétan akkor. Aztán. Ennek a flight szimulátorozásnak van jövője a csatornán, úgy érzem. Parabola? Azt kell ide. Szia streaming. Van hozzá mindenem. Pedálok, kettőfajta gázkar, kettőfajta joystick, zseni. Fú, de nagy. Bakancslistás ez nekem is amúgy. Erőteljesen. Ez nagyon nagy buli lenne. Most kezded a karriert? Na, az király, sok sikert hozzá. Kecskemét lesz a bázis. Szerverek még mindig atyák. Hát most én játszom, figyelj. Nem tudom, hogy... Hát azok amúgy, persze, rosszak, nagyon. Igen, ugye mindent le kell tölteni, tehát ezt is le kell töltenem mindig a felhőből. Ez a baj, ezt nem bírják a szerverek. Jelenleg. De hát napról napra elvileg jobb lesz. Csak hát... Most ez a verzió játék az a 40 000 forint. Azt hiszem, ez a majdnem legbrutálisabban meg. Most ez mi? Nyilván, hál' Istennek... Nekem közel sem került ennyibe. Csak azért mondom ezt, hogy érzékeltessem, hogy na, itt van. Érzékeltessem azt, hogy azért nagyon komoly befektetőknek a szemébe köpnek ilyenkor, vagy a szájába, vagy a szemébe. Ez csúnya dolog. Szia, csillagharcos. Úgyhogy ez érdekel nagyon ez a flight szimulátoros multizgatás. Én nagyon szeretem a repülőket, tehát...
Élvezetes. Élvezetes, és még élvezetesebb is tud lesz lenni. Na, egy vadászgépet is konfigurálunk. Szia, Mark! Már mondták, hogy letölthető content is lesz. Aha. Hát, nagyon kéne. Tehát, hogy lehessen már választani, hogy most te... Figyelj, most valakinek van annyi tárhelye, hogy megtehet, hogy letöltse az összes létező dolgot a játékhozat, akkor töltse le. Vagy ha valaki ilyen, jaj, úristen, 50 giga játék, úristen, és akkor összerosálja magát, hát akkor te felhőzél, apám. Na, hurrá, gratulálok neked. De én meg nem akarok felhőzni. Le akarom tölteni mind az 500 gigabájtot, azt hadd szóljon. Hát kinek ne lenne hely? Valaki írta tegnap, Morgi mondta, hogy 800 giga volt neki a játék. A 2020-as modokkal persze nyilván. Na úgyhogy... Hát vannak itt jó kis masinák. Úgyhogy... Holnap mindenképpen folytatjuk itt a repülgetést. Azta, hát ez hány motoros, vagy mi a franc ez? 8 légcsavaros? Ja, és ez vízre tud landolni. Ó, az igen. Légcsavar a menő. Azta. De jó ég. Brutális, gyerekek. Brutális. Brutális. Mi a szösz? Napelemes is van-e? Nem tudom. Hát akár rugó, persze. És amúgy egyébként, hogyha normál szerverek lennének biztosítva, akkor egy gigabites interneten simán letölteni mindent egy szempillantás alatt. Észre se vennéd, hogy ez felhőből van letöltve. 100%. Jaj, elekek. Az élet szép. Komolyan. Kacok. Na jó. Későre jár már egy picikét. Valamikor aludni is kéne. Egy picit. Úgyhogy holnap folytatjuk, és holnap is valószínű, hogy egészen biztos, hogy egy esti repülés lesz majd. Repülgetünk ott, belemegyünk akkor is az estébe, aztán hadd szóljon. Ez a terv. Úgyhogy erre lehet majd számítani mindenféleképpen. Holnap azért jobb lesz, mert új kontrollerrel azért talán jobban fogok tudni menni, mert ez a mostani, ez már lötyög az analóg konkrétan. Egyre nagyobb a holtjáték, és ez így borzadály. Úgyhogy, na igen, nem folytatjuk. Dobom is az altefrénet, átadom másnak a terepet, úgyhogy jöhettek föl a helyemre. Én eddig foglaltam előletek, úgyhogy most lehet próbálkozni, hát ha még jobban fog futni a játékotok. Mert kell nekem FIFA-ba gyilkolni. Hát így van, Jani. Igen. Igen. Na, igen. Megnézd. Fölraktad a képeket Áron? Anyám borogas. De boss is rakott föl valamit, vagy nem tudom, hogy bossnak kell lehívni egyáltalán. Valami fotót. Szép. Ez nem tudom, milyen gép lehet, de nagyon szép. Most nézem Áronnak a képeit. Ahaha! Azt a rohadt életbe. Kemény. Jézusom! Nagyon nagy. Gyönyörű. Pedálokkal, kormánnyal. Fú, de jó. Ez a kormány rendesen így működik, mint a való életbe? Dönthető. Full ugyanúgy működik? Igen. Hát ez nem igaz. Nagyon jó. Nagyon jó. És
És megy, tolja öregem a repülést, másik monitoron meg a stream. Hát le a kalappal, komolyan, tehát taps vihar, dicséretes magatartás. Mit lehet erre mondani? Csodálatos, így tovább. Köszi, Zsip, köszönöm szépen. Na hát ez kiváló kérdés, Mark. Ez jó kérdés, tényleg. Nem tudom. Ja, nézd meg, hogy le van-e korlátozva a Steamet. Ez jó ötlet Zsoltól. Igen, Pia is ott volt, igen. Így van, Peti. Így van, hát az fontos, egy igazán jó úthoz kell az. Na, hát skacok, búcsúzom akkor tőletek. Holnap találkozunk, és várok mindenkit sok szeretettel. 10-től legalább egy este 6-ig Arena Breakout lesz, és akkor utána meg repülés. Erre lehet számítani, úgyhogy kőkemény lövöldözés lesz, kapásból mindjárt adás elejétől, aztán indulhat a buli. Jó estét és jó éjszakát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, amennyire csak tehetitek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a követéseket és a támogatásokat. Köszi mindenkinek mindent. Szervusztok. Jó pihenést kívánok. Hello.